Értékelte az elmúlt esztendőt Bekecs polgármestere. Szolgálati lakások gesztályban. Labdarúgásé volt a főszerep Bodrog Keresztúrban. Köszöntöm a Globa Televízió nézőit, Zöld Janikó Noémi vagyok. Dr. Bodnár László, Bekecs polgármestere értékelte az elmúlt esztendő történéseit a településen. Többek között beszámolt a hivatal felújításáról, a Bekecs tábla elhelyezéséről, az ipari park beruházásáról és a közösségi programokról is egyaránt. A 2022-es esztendőben is nagyon sok változás történt a település életében, a Magyar Falu programnak köszönhetően elindult a hivatal felújítása, amit be is fejeztek. Az épület külső része is megújult, és elhelyezték a Bekecs táblát is. A 37-es négysávosítása alatt volt időszak, mikor a teljes forgalom a település főutcáján közlekedett. De mostanra ez az útszakasz felújult, és megszűnt a nagyobb forgalom. 2022 településünk életébe egy nem kevés kihívása, de úgy gondolom eredményekkel teli év volt. Számos pályázatot sikerült megvalósítanunk, amit már megnyertünk korábban. Elindult a hivatal felújítás, és be is fejeződött. Ennek a külső, mindennap látható része, a hivatal előtti tér megújulása és a Bekecs felirat, ami eléggé nagy közösség kedvencé vált. Sokan szoktak vele fotózkodni, meg én úgy gondolom egy igazi kis turista látványosság kis csalogató is falunk közepén. Természetesen más dolgok is kerültek hozzánk. A Magyar Falu program keretében, ami szintén ebből újtottuk fel a hivatalt, érkezett hozzánk egy új teljes értékű MTZ traktor, és egy olyan rézsű zúzó, amire nagyon nagy szükség van a falun belül a közterületek karbantartása szempontjából. Sikeresen zárult azon pályázatunk, amely a Igazság utca felújítására, csapadékvízelvezető rendszerének maradék rekonstrukciójára vonatkozik, idén fogjuk megvalósítani. De ami mindenkinek az életét úgymond átszőtte, és egy kicsit bele is szólt, az a 35-es négysávosítása. Volt időszak, amikor ugye a felújítás, illetve a kiépítés miatt a forgalom megjelent a főutcánkon, hála Istennek nagyon rövid időre. Ezt a lakosság, én úgy gondolom, példás magatartással tűrte, támogatta. De most már a 37-es megnyílt, mindenki tudja használni, és mindkét körforgalom kiépült. Ez az önkormányzat részéről számos esetben különböző típusú munkákat igényelt, együttműködtünk, és hálásan köszönjük mindenki támogatását ebben az ügyben. Így ennek a jótéteményeit, és úgy gondolom majd a településünk fejlődésre gyakorolt pozitív hatását közösen minden lakosunk fogja élvezni. Ezen kívül sikeresen pályáztunk más területeken is. Az ipari parkunknak az útja az idén ki fog épülni, ezzel kapcsolódó infrastruktúrával, a második üteme pedig a teljes infrastruktúrát jelenti. Valószínűleg az idén elkezdünk ezzel kapcsolatban is minden feladatot elvégezni. Ezen kívül sok más pályázatunk is be van adva. Utcák felújítása, akkor egy kis közösségi központ kialakítása a falu közepén. Ezeknek várjuk az eredményeit minden nagyobb reménnyel. De természetesen ez csak mint kő, bár fontos dolgok, de fontos a lélek is. Számos rendezvényet szerveztünk tavaly, hagyományos bekecsi őszi vigasság és a futóverseny a Hegyhágó sok embert vonzott, de természetesen a nemzeti ünnepekről is nagy szívvel és lélekkel emlékeztünk meg. Emellett gyerekeket táboroztottunk nem egy alkalommal nyáron. A Szent Iván éj, amely egy különleges ünnepsége, különleges helyszín a Domodába tartjuk, szintén nagyon kedvelt lakosságunk körébe, és egy nemes felajánlásnak köszönhetően Sárosi Ferenc úrnak támogatásával az évet egy ökölsütéssel tudtuk zárni. A település vezetője bizakodóan mesélt a 2023-as esztendő kihívásairól és fejlesztéseiről egyaránt. Az idei esztendő nem kevés kihívást rejt magába. Mindannyiunkat, lakosságunkat és természetesen önkormányzatukat is nagyon komolyan érint a rezsivel, az energiaárak ingadozásával kapcsolatos kihívás halmaz, mert nem egynek tekintetjük, hanem bizony soknak. Ez magába hozza az élet nehézségeit, a mindennapok gondjait. De ezt meg fogjuk oldani. Közösen, támogatásokkal és a megfelelő takarékosság észszerűségi programok végrehajtásával, bevezetésével. Idén sem maradunk pályázatok nélkül. Ahogy említettem, az ipari parknak azon részeit beszeretnénk fejezni, az infrastruktúrát jelenti, képítjük a csapadékvizet, nagy reményekkel várjuk a Magyar Falu kiírását. Ideig is szépen szerepeltünk országgyűlési képviselőnk támogatásával, dr. Konzsúfia támogatása ezeken a pályázatokon. Várjuk a következő lehetőségeket is. És én nagyon remélem, hogy bent lévő pályázataink is minden további nélkül majd termőre, nyerésre fognak fordulni. Ami biztos, egy új urnafalat fog kapni az idén nyertes pályázatunknak köszönhetően a temető,
és a kultúráz előtt lévő játszóteret megújítjuk, új játszóeszközökkel fogjuk bővíteni a kicsik és nagyok örömére. Számukra nem csak az a fontos, hogy az emberek itt lakjanak, hanem itt éljenek is. Érezzék maguknak a községünket, közösségünknek tekintsék. Erre számos pályázattal próbálkozunk, van is egy olyan jellegű pályázatunk, amelyből jelen pillanatban tudjuk támogatni a rendezvényeinket. Elképzéseink szerint a immár hagyományosnak tekintető kolbásztöltőt szeretnénk, kolbásztöltő farsangi, télűző, boszorkányváró vigasságunkat szeretnénk megtartani hamarosan februárban. Megemlékezünk a Donkonyarban elhunytakról. Az érdekessége az idén az, hogy II. Világháborús hagyományőrzők érkeznek hozzánk, akik interaktív történelem órát fognak tartani az általános iskola diákjai számára, és részt vesznek majd a tisztelgésen. Ezen kívül igyekszünk megint táborokat megpályázni és végrehajtani, és tudjuk, hogy azért nagyon fontos a szülőknek, hogy helyben minél inkább gazdaságosabb körülmények között a nyári szünetben tudjanak gondoskodni gyermekeik felügyeletéről, tartalmas programmal való ellátásáról. Készülőben van természetesen, hogy minden éven az őszi bekecsi igazság is, a Szent Ivánéi pedig szívünk csücske, szeretnénk ezt is folytatni, és még nyitottak vagyunk minden más lehetőségre is. A polgármester szeretné megtartani a település életében a közösségi programokat, hiszen fontosnak véli, hogy az emberek ne csak itt lakjanak, hanem itt is éljenek. Számos pályázat is segíti ezeknek az ötleteknek a megvalósításában. A település fejlődése érdekében továbbra is várják a Magyar Falu Program kiírását, amely nagyban hozzájárul a település fejlődéséhez. Az elmúlt év végén két sikeres pályázatról kapott értesítést Szerencsváros önkormányzata. Ezek közül az egyik a rendelőintézet korszerűsítéséhez kapcsolódik, míg a másik az élhetőbb településért program keretében valósulhat meg, amely a városi tanúszoda belső korszerűsítését szolgálja. Ezáltal az épület belső tere felújításra kerül. Biztonsági okokból már több mint egy éve zárva tart Szerencsen a tanúszoda, miután az elkészített szakértői vélemény a folyamatos beázások miatt balesetveszélyesnek nyilvánította az épület tetőszerkezetét. Miután a födém javítását célzó dokumentáció elkészült, az elmúlt évben sikeres pályázatot követően a pénzügyi forrás is a rendelkezésre állt. Ezt követte a közbeszerzési eljárás, majd a nyertes kivitelező megbízást kapott a munkák elvégzésére. Miután a tető javítása megtörtént, sikerült pénzt szerezni a belső gépészet, szellőztetőrendszer és a villamos hálózat felújítására is. Először a város üzemeltető Kft.-nek az igazgatója jelezte, hogy beázik az uszodának a teteje, majd a műszaki osztályon dolgozó kollégáimmal konzultálva arra jutottunk, hogy egy szakértőnek a vizsgálatát rendeljük meg, ugyanis felvetődött az is, hogy a uszoda az emberi életre veszélyes. Szakértő véleményét elkészítette, és valóban az van a szakértői véleményben, hogy így ebben a formában nem lehet üzemeltetni. A beázott a tető, az elektromos rendszer, elázott csillárokból, kapcsolóból folyt a víz, ez már egy egyszerű ember által is megérthető, hogy néhány példát mondjak. Azok a felfüggesztő, átmenő csavarok, a légelszívő rendszert működtették, ugye tudjuk, hogy az uszoda ez egy párás környezet, azok is elrozsdáltak, elértek, tehát az is veszélyessé vált, hogy a felfüggesztett, ez egyébként acéllemezekből van, levegőztető rendszer leszakad. Ez is egy veszélyforrás volt. Továbbá a alagsorban van a gépészeti technológia, és a gépészeti technológiát ez az agresszív vegyszerekkel telt magas páratartalmú levegő, ez korrodálta oly mértékig, hogy a viszonylag nagy nyomás alatt lévő csővezetékek és gépészeti részek nagyon véleményes, hogy esetleg azok elpattannak, és az egész területet az ott lévő emberekkel elönti a víz. Volt egy bejárás, ahol a szakértői vélemény után úgy kellett dönteni, hogy ebbe a formában ez nem üzemeltethető tovább. Nyilván pénzt kell keresni a továbbiakra, fel kell újítani a tetőt, ahol ügyelni kell arra, hogy a városkép megmaradjon. Ebben a országgyűlési képviselő asszony segítségével kisvárosokra kiírt
pályázat keretén belül sikerült egy bizonyos pénzösszeget elnyerni, aminek az egyharmadát Szerencs városának kellett kiegészíteni, amit mi elfogadhatónak tartottunk, és így egy, tehát már lezajlott a beruházás, mondhatom, hogy egy bruttó 60-70 millió forintos beruházásból megújult a tető. Ezzel párhuzamosan ugye kismértékben megújult a felső traktuson, a felső emeleten elhelyezkedő pedagógiai szakszolgálat. Tehát mondhatni, hogy 15 év elteltével, amikor nem volt rendszeres a festés, felújítás, nem azt mondom, hogy furra megújult, de elfogadható formában költöztek vissza a szakszolgálatnak a dolgozói, és ott is egy égető feladat lett volna már, hogy egy karbantartást, egy felújítást, egy tisztítómeszelést, és ami ehhez tartozik, elvégezzünk. Ezen munkák keretén belül ezt is meg tudtuk csinálni. Ez az utam elkészült az elmúlt évnek az ősz elejére, közepére. Hál' Istennek a tetővel rendben vagyunk. Párhuzamosan pályázatot kellett írni. Tavaly évelején, azaz 22-nek az évelején jelent meg a felhívás, egy úgynevezett top pluszos pályázat keretén belül, ahol közösségi tereknek a megújítására lehetett pályázni. Elkészítettük a pályázatot, időbe beadtuk, pótoltuk, amit kellett, és vártuk a döntést. A döntés megszületett 22 karácsonya előtt, mint ahogy a Facebook bejegyzésben tájékoztattam is a szerencsi lakókat, hogy a gépészeti résznek a megújításáról kaptam egy értesítő levelet. Az értesítő levélben még a további teendőkről van szó. A Borsod-Eboly-Zemplén megyei önkormányzat magyar államkincstárával egy támogatói szerződést kell, hogy aláírjunk. Miután ez a szerződés aláíródott, onnantól kezdve 36 hónapunk van a megvalósításra, mint minden uniós pályázatnak. A következő lépés az lesz, hogy megbízót adunk a tervezőnek, mert a pályázat beadásakor csak indikatív, úgynevezett indikatív ajánlatokkal kellett rendelkezni, tehát meg kell terveztetni a technológiát, hozzá kell tenni a költségvetést. Mihelyest megkapjuk, én abban a pillanatban ezt a folyamatot, tehát már előkészítés alatt van, hogy abban a pillanatban, amikortól papíron is megvan az, hogy leszerződtünk, abban a pillanatban elindul a tervezés, az is egy bizonyos időszak, én úgy gondolom, hogy az néhány hónapot, maximum egy fél évet vehet igénybe, és onnantól kezdve, ha ez megvan, a úgynevezett árazatlan költségvetés, akkor a közbeszerző céghez tudunk fordulni, amely kiírja a pályázatot, lefolytatja a közbeszerzést, és miután a közbeszerzést kiválasztás megtörtént, akkor lehet úgynevezett kivitelezői szerződést, megbízói szerződést megkötni a nyertes vállalkozóval. Abból derül ki pontosan, hogy mikorra kell befejeznie a munkát, és akkor tudom megmondani, hogy mikor tudjuk visszaadni a szerencsieknek az uszodát. Az én meglátásom szerint tervezéssel, közbeszerzéssel még a 23-as esztendőt el fogja vinni, de, mint ahogy szokták mondani, látjuk az alagút végén a fényt. Köszönöm mindenkinek, aki ezt valamilyen vonalon támogatta. Addig is a testület úgy döntött, hogy a SZVS-ének, a úszó szakosztályoknak a fiataljait a városnak a költségén átfordja Tokajba, és ott az úszás számukra biztosítja. Azok a szerencsi városlakók és a környéken lakó városlakóktól elnézést kérek, de az ő érdekükbe kellett megtenni ezt a lépést. A testület a elsők között egyik döntése volt, hogy keressük meg képviselő urat, képviselőasszonyt. Szeretnénk az üzemeltetést átadni, éppen azért, mert a fiataloknak a
úszásoktatásba való bevonása, ez egy gyakorlatilag egy állami feladat, amit jelen pillanatban az önkormányzat lát el, és szintén látótávolságon belül vannak úgynevezett tanúszodák, amit a Nemzeti Sportintézmény Fenntartó Központ működtet, és mi is szeretnénk ezzel élni, hiszen így egy ilyen vizes létesítménynek a nyereséggel, vagy már a 0 forint veszteség, vagy nyereség is haszon lenne. Szeretnénk is mi is beállni a sorba. Ha az egyik városban lehet állami pénzből működtetni, akkor a másik városban is szerencseni szeretnénk ezzel élni. Fel is vettük a kapcsolatot, nyilván ebben az állapotban a tárgyalások megszakadtak, de mihelyest ez elkészül, vagy már előtte, én fel fogom venni az összekötővel a kapcsolatot, és lépéseket fogok tenni annak az érdekébe, hogy ebben a városban is tartsák fent a uszodát, ha más városban ezt meg lehet tenni, ugye a kötelező úszásoktatás miatt. A tanúszoda nem csupán az úszásoktatás szolgálja, hiszen a város felnőtt lakói közül is sokan vannak, akik egészségük megérzése érdekében rendszeresen felkeresték a létesítményt. Emellett vizes sportesemények, versenyek helyszíne volt az intézmény. Miután megtörténik az épület belső korszerűsítése is, a kényszerű szünet után várhatóan teljesen felújított tanúszoda nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A Magyar Falu program keretein belül szolgálati lakásokat újítottak fel Gesztályban. A beruházás 2022 tavaszán kezdődött, és azóta folyamatosan laknak a házakban. A gesztélyi önkormányzat tulajdonában lévő épületet újították fel a Magyar Falu programnak köszönhetően, amelyben 4 lakás található. A település vezetése fontosnak érezte, hogy ezt az épületet felújítsa, hiszen ezáltal lakhatási lehetőséget tudott biztosítani a gesztélyi fiatalok számára is. A lakóház majdnem egészében megújult, mind külsőleg, mind belsőleg. A lakások 72 négyzetméteresek és 3 szobásak, külön konyha és fürdőszoba is tartozik még hozzájuk. Ez egy önkormányzati bérlakás, pontosabban az épület önkormányzat tulajdon, és 4 lakás található benne. Ez valamikor a 80-as években épült, és sajnos módon nagyon nem volt rá lehetőség korábban, hogy újításokat végezzünk rajta, és most lehetőség adódott Magyar Falu programnak köszönhetően, hogy az épületet majdhogy nem teljes egészében felújíthattuk. Annyit kell tudni az épületről, hogy az épületben a lakások 72 négyzetméteresek, és mind külsőleg, mind belsőleg maga az épület ugye megújult. Ez azt jelenti, hogy a homlokzati nyílászárók hőszigetelt műanyag nyílászárókra lettek kicserélve, a bejárati ajtók ki lett cserélve műanyag ajtóra, ezen kívül szigetelést kapott, valamint a padlástéren is, térben is megtörtént a szigetelés. A belső részben nem csak a 4 lakás, hanem maga a lépcsőház is megújult. A lakásokban a beltéri nyílászárók ajtók cseréjét is elvégezték, ezen kívül fűtéskorszerűsítésre került sor, ami annyit jelent, hogy vízmelegítős kazánok kerültek felhelyezésre. Ezen kívül meg kell, hogy említsem még, hogy az önkormányzat kis önerőt beletéve elkészítette ezeknek a lakásoknak a teljes generálozását úgy belülről, hogy a járólapozást elvégeztette, a vizes blokkokat teljes egészében felújítottuk. A lakásokban folyamatosan laknak, most is mind a 4 lakásban van bérlő. Fiatalok helyben, akik itt dolgoznak, természetesen is helyiek. Én úgy gondolom, meg azt tapasztalom, hogy azokat a támogatásokat, amelyeket a magyar állam nyújt most a fiataloknak, jó hatással van településünkre. Nagyon sok fiatal pár költözött ki, vásárolt ingatlan településünkön. Ez nagyon jó dolog azért, mert ennek köszönhetően ugye fiatalodik a település, az intézményeinknek a létszáma is, tehát az ott lévő gyermekeknek a létszáma is ennek köszönhetően ugye növekszik. 3 szobás. Egy lakást, ezen kívül ugye konyha, spájz, fürdőszoba, külön WC és egy folyosó található. Maga az épület tehát egy olyan célt szolgál, hogy próbáljuk itt tartani a fiatalokat.
másrészt pedig azért is, mert fontos volt ennek a épületnek a felújítása, mert már a komfortérzet sem volt megfelelő azoknak, akik ugye itt laknak, itt bérlik ezeket a lakásokat. Tehát mindenféleképpen szükség volt arra, hogy ez a felújítás megtörténjen. Az épület teljes belső festése is elkészült. Ami feladat, aki vár még ránk, az a tetőnek a rendbetétele. Szintén szeretnénk majd valamikor pályázati pénzből tehát ezt megoldani. És amihez már megvan az anyagunk, és a tavasz folyamán el fog kezdődni az épület körülkerítésnek a felújítása. Az elmúlt időszakban egyre népszerűbb lett Gesztely a fiatalok körében, hiszen folyamatosan költöztek ki és vásároltak ingatlant. Megemlékeztek Mezőzomboron, a Békekertben január 12-én a Donkanyarban vívott harcokról. A rendezvényen Radó Krisztina kiemelte, hogy ezen az eseményen azokról a hősökről emlékeznek meg, akik 80 évvel ezelőtt a Vornyezs körzetben vívott harcok során rendkívül súlyos, megsemmisítő veszteségeket szenvedtek. A Donkanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak. A megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek, és vesztek oda a mínusz 40 fokos orosz télben. Tették, amit tenniük kellett. A hősök örökké élnek, hangsúlyozta Radó Krisztina. Ezt követően Radó Béla, a település vezetője, emlékező gondolatai alkalmával kiemelte, hogy évek óta ilyenkor, január közepén megállunk egy percre, és fejet hajtunk, a küldetésüket önfeláldozó módon hősiesen teljesítő katonák emléke előtt. A márványtábrára vésett neveket olvasva nem kétséges, hogy az emlékük ugyan néma, de erőteljes figyelmeztetés, mint a háború pusztításának felkiáltó jele. Nem csupán mementó, hanem a kegyelet, az emlékezés különleges eszköze, különleges helyen, hangsúlyozta a polgármester. Radó Béla az emlékező gondolatait folytatva kiemelte, hogy ezen a különleges helyen emlékeznek meg arra a 80 mezőzombori katonára, akik soha nem térhettek haza a doni harcmezőkről. A település vezetője azokat a gondolatokat fejtegette, hogy vajon mi lehetett ezeknek az embereknek a lelkükbe. Milyen eszmék hevítették szívüket. Milyen gondolatok adtak nekik erőt nap-nap után a reménytelenségben, a kilátástalanságban, hogy helytálljanak, katonához méltó módon parancsot teljesítsenek, küldetés hajtsanak végre. A tábori posta hazahozta érzelmeiket, gondolataikat, és ezekből világosan kirajzolódik, ami fontos volt számukra, és erőt adott nekik, többek között a haza szeretete, a nemzet iránti kötelesség, a hit, a család szeretete, a hűség, a bajtársiasság, a hősies férfiasság. Mindez nem adott lehetőséget, hogy az életüket mentsék, de adott erőt, hogy emberként küzdjenek, és ha kell, hősként halljanak meg. Nekünk, az utókornak emlékeznünk úgy kell, hogy tanuljuk meg tőlük ezeket a fogalmakat, zárjuk a szívünkben, őrizzük őket, hangsúlyozta a település vezetője. Kiemelte még, hogy egyikük se született hősnek, de mindegyikük azzá vált, mert magukat felülmúló, szó szerint emberfeletti bátorsággal és áldozatkészséggel haltak meg hazájukért. Ezt követően a Mezőzombor községi kórus műsora következett. A Szent Háromság nevében nyugodjatok békében, akiknek édes hazánk ér, hogy ki a piros vére, kik messze távolban, idegen országban, nyugosznak közös sírban. Az egyházak képviselői közös imádságra invitálta a jelenlévőket. Az esemény végén elhelyezték az emlékezés koszorúit, és a megjelentek mécseseket gyújtottak az elesett hősök tiszteletére. Megemlékeztek a Donkanyarban vívott harcokról Bekecsen, a temetőben található emlékműnél január 13-án. Az eseményen dr. Bodnár László, a település polgármestere felidézte a Donkanyarban történt eseményeket.
Kiemelte, hogy 1942 nyarán, nem messze innen, amit most úgy ismerünk, hogy rendőrség, de akkor laktanya volt, ennek a helynek az udvarán ott álltak azok a bekecsiek, akiket hadba szólított az ország a kötelesség. Nem egynek a neve itt van most előttünk ezen az emlékművön. Amikor elindultak, sok mindenre számoltak, de amit tudtak, az a bizonytalanság volt, ami átitatta őket. Nem voltak igazi, komoly, mai szóval élve, professzionális katonák, hanem apák, fiúk, testvérek, családtagok. Hangsúlyozta a település vezetője. Emlékező gondolatait folytatva kiemelte, hogy amikor elindultak a távolba, a Szovjetunió felé, csak azt tudták a célról, a küldetésről, amit a propaganda sugalt, meg kell védeni Magyarországot. Vissza kell szerezni a régi területeket, begyógyítani Trianon sebeit, ők mindenben a küldetésben indultak el. Amikor elérkeztek arra a területre, amiről egy részük nem is nagyon hallott, szembe kellett nézniük a valósággal. Kevés fegyver, nem korszerű eszközök, akadozó ellátás, kiképzési hiányosság, hangsúlyozta a polgármester. Kiemelte, hogy 80 esztendővel ezelőtt, 1943. januárjában a II. Hadsereg katasztrófája Addonnál tetőzött. Amit tudtak, megtettek a katonák a harcok alatt, de a szovjetek megsemmisítő csapást mértek rájuk, amely során sokan meghaltak, hadifogságba estek. A polgármester hangsúlyozta, hogy emlékeznünk kell az áldozatokra, hiszen hősök addig lesznek, ameddig emlékezünk rájuk. Ezt követően következett a II. Rákóczi Ferenc informatika és matematika tagozatos általános iskola diákjainak a műsora. A rendezvény folytatásaként dr. Ringer István, a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója emlékező beszédében kiemelte, hogy ez a harc a magyar történelem során az egyik legsúlyosabb tragédia, hiszen óriási veszteséget szenvedett a magyar hadsereg a szovjet csapatokkal szemben. A Don kanyarulata mintegy 2500 kilométerre esik Magyarországtól. Mégis az ott történtek az egész országot érintették és megrázták. Szinte minden család gyászolta valakiét, apját, fiát, férjét vagy vőlegényét, testvérét, vagy ha közeli hozzátartozójukat nem is érintette ez a tragédia, akkor szomszédját, barátját vagy falubeliét. A Donnál történtek ezért is jelentettek lelki értelemben begyógyíthatatlan sebeket, mert 1945 után a nyilvánosságban ennek a tragédiának az emlékezete sokáig tiltott témának, egyfajta tabunak számított, hangsúlyozta az igazgató. Emlékező gondolatait folytatva kiemelte, hogy a hadsereg ugyan megkapta a teljes rendelkezésre álló fegyver és felszerelésnek a felét, de a felszereltsége jóval alul maradt a német csapatokénál, és még a szovjet szintet sem érte el. A szokatlan hideg olykor -30-35 fokos idő mellett az ellenállási nehézségek is gyengítették a magyar hadsereg ellenálló erejét. 1943. január 12-én megindult a szovjet támadás, és a hónap végére minden magyar ellenállást felmorzsolt. Súlyos veszteségeket szenvedtek a magyar katonák. 127-128 ezer főre tehető a hősi halottak, sebesültek és a hadifogságba esettek száma, emelte ki Ringer István. Ezt követően az egyházak képviselői közös imádsággal tisztelegtek az elesett katonák előtt. A rendezvény végén elhelyezték az emlékezés koszorúit, virágait, és mécseseket gyújtottak a harcok során életet vesztett hősök emlékére. Megemlékeztek a Magyar Kultúra Napjáról Tarcolon január 12-én. A rendezvényen beszédet mondott Butta László, a település vezetője, aki kiemelte, hogy ez egy olyan ünnep, mely nem hordoz politikai érdekeket, és kényszer nélkül érezheti magáénak mindenki. A kultúra az életünk mintázata, mely szerint a mindennapjainkat éljük. Ez az a nap, amikor főhajtással emlékezünk meg arról a nemzeti kincsünkről, amely megkülönböztet bennünket más népektől, őrzi egyediségünket. Hangsúlyozta a polgármester. Ünnepi gondolatait folytatva Butta László elmondta, hogy nem szabad elfelejtenünk annak idején a reformkorban Kölcseyék a magyarságtudat erősítése legfontosabb eszközének, a magyar nyelv ügyét tartották. Nagyjaink felismerték, hogy a magyar kultúra nem létezhet magyar nyelv nélkül, emelte ki a település vezetője. A magyar kultúra igazi tartalmát a zene, az irodalom, a történelem, a múltunk és hagyományaink mellett az anyanyelvünk, a magyarságtudatunk, értékeink és emberségünk adja. A polgármester úgy vélte, hogy mi magyarok büszkék lehetünk több mint 1000 éves hagyományainkra, van miből merítenünk, hisz gazdag örökséget hagytak ránk, melyel megmaradásunk érdekében jól kell tudnunk gazdálkodni. A kultúra összetevői nem másodlagos kérdések, nem holmi formális, díszítő
elemek egy nép, egy nemzet életében. Ellenkezőleg, ha a kultúra nemes és jó, nemesebbé és jobbá teszi az embert, a nemzetet. Ha alantas és rossz, alantassá és rosszá, hangsúlyozta Butta László. Ma, amikor a nemzetállamok létjogosultságát kérdőjelezik meg, Európára a keresztény gyökereitől elszakító maszlagot akarják ráerőltetni, különösen fontos, hogy helyén legyen a szívünk, és hagyományainkat megélve a lángot továbbadjuk. Jellegzetes magyar kultúránk nélkül ugyanis elveszünk, beolvadunk, megszűnik egyediségünk. Mindannyiunk kötelessége tehát megismerni a saját kultúránkat, megélni és továbbadni. Hiszen aki ősei hagyományait élteti és továbbadja, nemzetének teszi a legnagyobb szolgálatot, emelte ki a település vezetője. A Bekecsi Hagyományőrző Népdalkör kedveskedett műsorral a megjelenteknek. Az eső nagyságban a falu. A Tarcali Hagyományőrző Népdalkör lépett színpadra, és az ő előadásukat tekinthették meg a jelenlévők. A résztvevők közösen elénekelték a himnuszt. Megrendezték a harmadik Északföldi Bodrogkeresztúri 3+1-es teremfoci tornát Bodrogkeresztúrban január 13-ától egészen 14-ig. A megmérettetésen összesen 24 csapat vett részt. A bajnokságra a környező megyékből is érkeztek játékosok, hogy összemérjék tudásukat. Az első 4 helyezett részesült díjban, de külön díjban részesült még a legjobb játékos, a gólkirály, a legjobb kapus és a legfiatalabb játékos. 3+1-es teremfoci torna itt Bodrogkeresztúron. Idén már harmadik alkalommal rendezzük meg ezt a tornát. Igazából ez egy kuriózónak számít, mivel a tornacsarnok körülményeihez alkalmazkodunk, és 3 mezőnyjátékos, illetve egy kapus alkotja a csapatokat. Előzetesen mi 16 csapatot vártunk a magára a tornára, egy naposra terveztük ezt a rendezvényt, azonban 24 csapatnál húztuk meg végül is a határt, tehát mondhatjuk azt, hogy nagy népszerűségnek örvendett ez a torna, és ki kellett bővítenünk másfél naposra, és már péntek délután elkezdtük.
Alapvetően az első 4 helyzetet díjazzuk, tehát akik az elődöntőig meneteltek, őket már díjazzuk. Van egy külön díjunk, egy csapat külön díjunk, a Fair Play díj, ezt minden évben szeretnénk továbbra is kiosztani. Illetve ezek mellett vannak még külön díjas játékosaink. Díjazzuk a legjobb fiatal játékost, a torna legjobb játékosát, a gólkirályt és természetesen a legjobb kapust is. Én úgy gondolom, hogy abszolút minden korosztálynak megfelelő lehet ez a teremfoci torna. Voltak old boys csapataink, vannak fiatalok, vannak középkorosztályú csapataink, tehát gyakorlatilag bárkinek megfelelő lehet, mivel kicsi a játéktér, így gyakorlatilag a játékosoknak a tudására van bízva minden. 10. éve foglalkozunk tornaszervezéssel Major László kollégámmal, és kiépítettünk már egy olyan kapcsolatrendszert itt a teremfoci világában, amellyel el tudunk érni csapatokat más megyékből is. Idén 4 megyéből érkeztek csapatok, Heves, Hajdú-Bihar, Szabolcs és ugye Borsod, úgyhogy a jó marketingnek talán ez lehet a kulcsa. Abszolút egy hagyományteremtés, ugye mi Tokajban kezdtünk el labdarúgó tornák szervezésével foglalkozni. Ezt úgymond egy mellékprojektnek szántuk, azonban idén előre hoztuk, januárra tettük rá ezt ennek a tornának az időpontját, és gyakorlatilag ez lehet a népszerűsége, úgyhogy a hagyományteremtés és a hagyomány megőrzése egyértelműen. Bodrog Keresztúr önkormányzata is aktívan részt vesz a sportesemények szervezésében a településen. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben több településen bezártak a tornatermek, illetve tornacsarnokok, ezért is érezte fontosnak a település vezetője, hogy még jobban kinyissa kapuit a fiatalok felé, akik elhivatottak a sport iránt. Jó magam és a feleségem is, ugye testnevelő tanárok vagyunk, talán innen is jön a sportnak a szeretete. De most is, hogyha megnézzük és kinézzünk Bodrog Keresztúron, szombat délelőtt van és körülbelül 200-300 darab sportoló labdarúg, akik folyamatosan cserélődnek a településen. Fiatalok szépek, mozognak és egészségesek is természetesen. Ez méltó partner az önkormányzatunk, hisz egészséges fiatalokra lehet építeni a jövőnket. Külön nagy népszerűségnek örvend Bodrog Keresztúron a TEC-ban, erre van egy külön szakosztályunk, valamint most nyáron április 1-től úgy néz ki, hogy sikerül beindítani a kajakkenő szakosztályunkat, és elkezdődnek a túrák a Bodrogon és a Bodrogzugba. Túlmutat ez, hál' Istennek azt mondom, hogy túlmutat Bodrog Keresztúr határán ez a történet. Talán lehet azt mondani, ugye, hogy az éve lett egy új tornaterme az általános iskolának, és nekünk idézőjelbetéve itt maradt a régi tornatermünk, és ezt próbáljuk megtölteni tartalommal, ahogy látjuk, sikeresen. A legfontosabb dolog, hogy Bodrog Keresztúr az ivódjon be a térségbe, ivódjon be az országba, és a maga a név az, hogy Bodrog Keresztúr. Mi külön márkát próbálunk építeni mindenben, legyen az bor, legyen a sport, legyen az rendezvények, és minden attitűd, ami el köré felhúzható. Ugye nagyon sok helyen ugye bezár a tornaterem, nagyon sok helyen ugye szűnnek meg a foci csapatok, ugye ez egy sajnos ugye a gazdasági válság, vagy a gazdasági felhő, ami ugye tornyosul a településeken és ugye az ország felett is, és Európa felett is ugye. De gyakorlatilag, hogyha megnézzük, nagyon-nagyon fontos, hogy a fiatalok, akiknek úgymond szűkült kicsit a mozgásterük, pontosan ezért Bodrog Keresztúr még jobban kinyitotta az ajtókat, hogy szokjanak ide a fiatalok, szeressék meg Bodrog Keresztúr, és szeressék meg a térséget, és itt is a más megyéből, Heves megye, Szabolcs-Szatmár-Berei megye, közel 30 foci csapat, akik ma itt részt vesznek, és tényleg a szűk 3-4 megyéből jönnek, tehát gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy regionális szintről ez a kis, de hozzáteszem, baráti foci torna. Igen, már készülünk a TEC-ba a bajnokságra, készülünk a házi bajnokságra, úgy néz ki, hogy az éven is, ha minden a terveink szerint alakul, akkor lesz egy TEC-ba a bajnoki fordulói Bodrog Keresztúrba. A kajakjainkat, kanukjainkat elkezdtük készíteni a tavasz indulásra, úgyhogy nagy reményekkel várjuk a tavaszt. A teremtornára rengeteg néző is kilátogatott, akik kiélezett és izgalmas mérkőzéseket tekinthettek meg. Ulti versenyt rendeztek Mezőzomboron január 15-én a Közösségi Házban. Az ulti az egyik legnehezebb és a legtöbb gondolkodást igénylő kártyajáték. Radó Béla, a település vezetője nyitotta meg az ulti versenyt, amelyet hagyományos módon minden év januárjában rendeznek meg Mezőzomboron. A polgármester kiemelte, hogy 2020-ban találkoztak utoljára, és öröm számára, hogy újra itt üdvözelheti a részvevőket. Egy Mérő László idézettel készült, hiszen ez összefoglalja az ultinak a jelentőségét, amely így hangzik. Az ulti nagyon jellemző ránk, magyarokra. Az ulti valójában arról szól, hogy tűz ki reális célokat, nagyokat, de olyanokat, amelyek még épp jó eséllyel teljesíthetőek, ellenszélben is. Pont azért nagyon magyar játék, mert mi a történelmünkből megtanultuk, hogy az ellenszéllen mindig számolni kell. Ugyanakkor megtanultuk a dolgok másik oldalát is, muszáj másokkal kooperálni azért, hogy linken bevállalt vagy rosszul megvalósított bemondásokról kiderüljön, hogy ilyenek. A település vezetője felajánlotta a nyerteseknek a polgármesterek borát.
Az ulti egy ősi magyar kártyajáték. A versenyhez nem kellett sok mindent biztosítani a szervezőknek, hiszen csak magyar kártyára volt szükség egy helyre, és természetesen a játékosokra. A játék lényege, hogy az adott játékfordulóban a játékos a legtöbb pontot jegyezze. A játék menete az óramutató járásával ellentétes irányba történik. Az osztótól bal oldalra ülő személy emeli a paklit, a jobbra ülő kezd. Aki kezd, az kapja a képpel lefelé fordított két lap, más néven talon első megtekintésének lehetőségét. Az osztás után a játék két részre tagozódik, a lécétre és a bizonyításra. Az elsőben az egyik játékos vállalásokat tesz, míg a másodikban a hívások ütések során derül ki, hogy képes állni a szavát. A versenyre sokan látogattak el, hogy összemérjék tudásukat a többi versenyzővel. A legtöbben Szerencs és térségéből jöttek, de Debrecenből is érkeztek versenyzők. Már 2002 óta játszunk itten barátaimmal, most 2 év kimaradt a Covid miatt, és ez ilyen közszájon terjed, ez nem meghívásos, nem is, de akik úgy gondolják, hogy el akarnak jönni és játszani szeretnének velünk, azok eljönnek és játszanak. A játék az svájci rendszerű, lebonyolításban játszuk, 5x18 leosztással, a díjazások pedig a polgármester úr által felajánlott palackborokat fogjuk szétosztani az első 20 ember között. Nem annyira, sajnos a fiatalok nem nagyon tudnak játszani, nem tudom mi azokkal, próbálom megtanítani, az én két fiam azt tud, de igazából nem jellemző. Meg lehet nézni a felhozatot, hogy mindenki 50-60 év környékén vagy az a fölött. Fiatalok nem nagyon játszák ezt a játékot sajnos. 47-en vagyunk, 47-en lettünk mai napon a versenyen. Újfehértóról, Debrecenből, Ózdról lesz, aki Pestről fog jönni, úgyhogy vannak Taktaharkányból, Szerencsről, Bekesbénye, Tiszalúc, Taktaharkány, van elég környezőből is, igen. Igen, ezek összetartó közösség, ez összes tartsa az embereket, összejárunk Sajóvámosra is, évente 2-szer van rendezvényük, szokott lenni Szerencsén is ugyanúgy rendezni, és ezek az emberek általában az a része, meg plusz az, akik még aki el szoktak hozzám pluszba még jönni. De általában egy Ordi is egy olyan 30 ember el szokott oda is jön a másik rendezvényekre. Mi csak egyszer játszunk itten, de úgy összességében jön, 4-5 alkalom van évente, meg 2 a Sajóvámoson, meg vagy 3-4 Szerencsén. Első lett Húsonyice István 14 ponttal, második helyezett Berki János 14 ponttal, harmadik helyezett lett Ladányi Zoltán 13,3 ponttal, negyedik lett Trokár József 13 ponttal, ötödik helyen végzett Kovács Tamás 12,3 ponttal, és hatodik lett Zai László 12 ponttal. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég. Több helyen előfordulhat csapadék, halmazállapota vegyes lehet. Nyugaton főleg hó, máshol egyre inkább eső valószínű. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északkeleti szél. A hajnali -6-0 fokról 0 és +9 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Másnap jellemzően erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Főleg a nap első felében több helyen előfordulhat csapadék, inkább már eső. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északkeleti szél. A hajnali -2-+5 fokról 2 és 9 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadék nem valószínű. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északkeleti szél. Hajnalban -5, +1, kora délután 0, +6 fokot mérhetnek. A héten fronthatás nem várható. Tisztelt nézőink, a Globa Televízió heti közéleti műsorát, a Globa magazint látták. Új adással legközelebb január 29-én jelentkezünk. Címünk 3900 Szerencs, Rákóczi út 43, telefonszámunk 47-es körzet, 361-156. E-mail címünk szerkesztőség@globatv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat.
Honlapunkon, a globatv.hu-n a hét mindennapján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!